Immár második alkalommal nyitotta ki kapuit a Keri az érdeklődő fiatalok és szüleik előtt, hogy betekintést nyerhessenek az intézmény által kínált technikumi képzésekbe. A korábbi mentornapon a résztvevők az adott szakmához kapcsolódóan a gyakorlatban próbálhatták ki magukat, míg tegnap inkább a jövőre induló megváltozott OKS képzésekről informálódhattak tájékoztató előadásokon keresztül. Elsősorban arra törekedtünk, hogy bemutassuk azzal az adott szakmával milyen munkakört lehet betölteni, milyen tananyag, milyen tantárgyak kötődnek egy-egy ágazathoz, illetve hívtunk egy-egy referencia szemét, aki abban az adott ágazatban, szakmában dolgozik, mert talán ők a leghitelesebbek, akár a szülők, akár a diákok számára, hogy hogyan is lehet érvényesülni ezekkel a szakképesítésekkel. A Keri jelenlegi képzései, mint a pénzügyi számviteli ügyintéző, a kereskedő és webáruházi technikus, a szoftverfejlesztő és tesztelő, valamint a logisztikai és mechatronikai technikus megmaradnak. Jövőre azonban két újabb szakmával, mint az ipari, informatikai és turisztikai oktatással bővül az intézmény paletta. Várhatóan Makó kitörési pontja turizmus lesz az elkövetkezendő időszakban, ezért is mutatkozott nagy igény a szakember képzésre. Nagy Éva pedagógus arról tájékoztatta a családokat, hogy újdonságként 5 éves képzésben választható a turisztikai szervező, illetve idegenvezető szakirány. Nagyon fontos változás az eddigiekhez képest, hogy az alap érettségi tantárgyakból, matematikából, magyar nyelvtanból, irodalomból, történelemből, illetve az idegen nyelvekből magasabb óraszámban kapnak majd képzést a gyerekek, amelyekből gyakorlatilag érettségi vizsgát fognak tenni a 12. év végén, és az úgymond hiányzó 5. tantárgy az úgy fog hozzájönni a rendszerhez, hogy a 13. év végén ugye levizsgáznak, és gyakorlatilag ezzel megszerzik azt az 5. szakmai tantárgyat is. Berceli Sándor Zoltánné lányával érkezett a Pósta utcai intézmény nyílt napjára, hogy többet tudjanak meg az induló szakokról. Azért jöttünk el, mert pontosan mi sem tudjuk, hogy melyik szakma mit tartalmaz, illetve erre vagyunk kíváncsiak, hogy könnyebb legyen a pályaválasztás, hogy mit jelöljünk. Nagyjából sejtjük, meg már ugye érdeklődtünk, de azt szeretnénk tudni, hogy pontosan, hogy melyik áll majd a legközelebb hozzá. A nyílt nap a mai nap folyamán a Bajza utcai intézményben folytatódott, ahová szintén várták az érdeklődőket. Erről a holnapi híradónkban számolunk be.